De van egy bizonságú rendőr, nem mondható, hogy van egy... Élőadásban vagy. Dicsőség Istennek. Ég a piros lámpa, fiam. Élőadásban vagyunk. Dicsőség az Úr Jézusnak. Halleluja. Köszöntök mindenkit szeretettel ezen a mai napon, és hálát adunk Istennek a mai napon. Komoly tanítást hoztam nektek, na, Tóthné Hajnalka, köszöntelek. Ritkán beszélek a vérről, a Úr Jézus véréről, de az a legbecsesebb dolog, Jézus megváltott minket a pokoltól, és hatalmas erő van a Jézus vérébe. A sátán gyűlöli, amikor róla tanítok. Első időkben mindig hatalmas próbákat kaptam, és de... A vérben való, ahogy hallod a vérről való tanítást, akkor a hited felemelkedik. Miért hozom elő a vért? Mert ha az Ószövetséget megnézzük, egy egyéves hímbáránk a vére megmentette a zsidóságot a csapástól, és ugyanakkor pedig a fáraónak az első szülöttjei, illetve egész Egyiptom első szülöttjei az állatoktól kezdve, ugye elpusztultak. A vér, amely egy előkép volt, Jézusnak a vérének az előképe, az egyéves hímbáránka vérében, Isten elrendelte, hogy a ajtófélfát és a szemöldök fát kenjék meg, hintsék meg, és ők kimenekedtek. És hát nagyon nehéz idők voltak akkor a zsidóknak már. Már nem úgy volt, mint az elején, hogy elfogadottságuk volt, rabszolgák volt a 430 évi próba, vagyis hát ilyen rabszolga munkában voltak. Igaz, hogy a Biblia azt írja, hogy 400 év kellett, de mivel Mózes ugye sajnos megölte az egyik ilyen hajcsárt, ezért 30 évvel késlekedett még a kimenetelük Egyiptomból. A lényeg az, hogy 430 év után úgy tudtak kijönni, hogy a fáraó végül is a 10. csapásnál megijedt, már a gyermekét is elvesztette, nagyon komoly próbákat kapta, és így elengedte egy időre a zsidókat. És akkor a zsidók kijöttek 430 évi rabszolga munka után ezüsttel, aranyjal, ezt is megmondta Isten, hogy kérjenek a szomszédoktól egy-egy tálakat és egyéb, és a lényeg az, hogy kijöttek, kivonultak Egyiptomból, és mi történt? Ugye a fáraó meggondolta magát, és mégis elindított egy nagy csapatot, és hát... Ott voltak, hogy előttük volt a Veres-tenger, hátuk mögött pedig Egyiptomnak az elit serege, és mint a tek, vagy még attól is nagyon jobban felképzettek. És tudjuk azt, hogy Mózes kapott egy feladatot, tehát felemelte a botját, és így át tudtak menni a tengeren. Isten átsegítette őket. Tehát hogyan tudtak kijönni Egyiptomból a zsidók? Úgyhogy egyrészt Isten elrendelte, hogy Mózes hozza ki a népet, mert ugye Mózes 120 évig élt, első 40 éve szólt arról, hogy a fáraónak hát a királyságába ott tanult harcművészetet és gazdagságot és egyebet. A második 40 évet ugye a pusztába töltötte, hitet tanult, illetve alázatot. Alázatot csak hitbe lehet tanulni, és akarni kell. Az alázatos szív a legnagyobb szív Isten felé. A harmadik, 40. évben pedig, ugye, hát tudjuk, hogy aztán a második 40 év után elküldi Isten, hogy a népet vigye ki. És hát most mondhatom nektek, hogy tehát ez lezajlott, és ment úgy, ahogy mentek a dolgok, de nem erről akarok beszélni, és Mózesről, hanem a jelen pillanatról, csak arról szeretnék beszélni, hogy Jézus vére örökké való, Isten kidolgozta a megváltás tervét, még akkor, amikor az ember elvétette az édenkertben, hát elvétette azt az utat, amit Isten kijelölt neki. És Jézus csodálatos, mert... Jézus azt a feladatot kapta, hogy az egész világnak az egész világot kimentse.
tulajdonképpen azért jött, és ő a vérét adta áldozatul. És most egy olyan időszakot érünk, a Jelenések 12.2 azt mondja, hogy leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tudjuk, hogy megsokasodott a gonoszság a világba, és nekünk a hívő hatalmát kell gyakorolni. Hát mennyire vagyunk leterhelve a mai időkben. Ma szeretnék mindenkit figyelmeztetni, a szeretetre állandóan szinte beszélek, és azt szeretném ma megkérdezni, és a vére ki fogok mindjárt térni, hogy mit van. Fel kell ismerni mindannyiunknak, hogy van-e hitünk, hogy van-e kitartásunk, hogy van-e bennünk Zoé, Isten fajta szeretet, és hogy az igazságosságát Istennek tudjuk-e. Tehát figyelj, mink van, akármilyen kicsinek is tartod, de nekünk elérhető közelségben van sok minden, amit tudnánk használni a mai időkben, akár a gyógyulásunkat, akár az anyagiakat, de az emberek, mintha egy ellenzővel járnának, és mindig csak arra tekintenek, hogy hát az olyan kevés. A kevés, figyelj, néha a kevés is lehet sok, megmondom őszintén, ez hozzáállás kérdése. Tehát minden elérhető közelségben van nekünk. Ha megnézitek, lehet, hogy most, megmondom, őszintén az éjjel egy gonosz találkoztam éjszaka egy szép nagy méretűvel, nem ijedtem meg. Ha megnézzük, Dávidnak szembe kellett nézni a hatalmas óriással. És milyen volt? Még Saul ruháját sem fogadta el, hanem volt egy paritjája és három köve. És elég volt neki egy kő, hogy kiüsse azt a hatalmas óriást, és utána lenyisszantsa a nyakát. Tehát köszönjük. Figyelj, néha a legkisebb, látjátok, hogy egy paritja, vagy abból kilőtt lő, a szánból kilőtt, abban a pillanatban. Láttam ezt a gonosz szellembe, beláttam. Azonnal a hatalmamat gyakoroltam. És figyelj, a szavunk, az ige, az különlegessé tud válni a szánkba és az életünkbe. Tehát Dávid elrendezte egy kővel. Lehet, hogy valaki azt mondta volna, ott volt az elit serege Saulna, és azt mondta volna, hát mit akar ebben a 17 éves gyerekkel itten, mit fog azt csinálni, egyből össze-vissza fogja vágdalni az a nagy óriás. Nem, az csak hitben volt. És ha megnézzük, Mózesnek egy, és legyőzte azt a sereget. Néha az a kicsi, ami a világnak semmi, az nekünk egy nagyon nagy érték a mi életünkbe. Mózesnek egy botja volt. Nem volt olyan túl szép, meg nem volt kövekkel kirakva és egyéb, de elegendő volt a csoda elvégzésére, ugye? Mert háta mögött az ellenség előtt a veres tenger. Milyen volt? Egy szembotja volt. Kilátástalan helyzet. Lehet, hogy most te is abba vagy. Belül harc, kívül félelem, pénznélküliség, társtalanság, ruhátlanság. Ó, Istenem, tegyél valamit. Most nagyon komoly időszak van. Tudjuk, hogy háború van itt Európában, háború van Ukrajna, Oroszország között. Háború van ugye Izraelben, a Szent város, és hát egyáltalán Gázaövezet, és tudjuk, hogy mi a helyzet, és tudjuk, hogy a zsidók komoly, komoly megpróbáltatásban vannak, aki ugye most mondta az elnök, hogy ne menjenek más országokba, mert veszélyes, hogy mit csinálnak Franciaországba, de nem kell a legkisebb országokba is, hogy miket csinálnak a zsidókkal. Jó, azt mondanád, te nem vagy zsidó. Az oké, hogy nem vagy zsidó. De a keresztények is, ezek a terroristákat a keresztények ellen is indultak. Mindenki sorra kerül. Na most tudjuk, hogy Mózes ugye ott állt. Hát Istenem, tegyél már valamit. A Mózes vett fel a botodat, és emelt fel. És változás kell néhányatoknak. Ki kell gyertek az aggodalomból, a kétségből, a félelemből, bármi, ami most úgy látod, hogy hát csak velünk történhet meg ilyen, csak nekem lehet ilyen családom, csak nekem lehet ilyen mennyem, anyám, apám, bárki. Tehát Isten, mondhatom, hogy néha szólunk, hogy természet felett itt kérek, Uram.
és hát a botot emeljem fel, és akkor mi fog történni, uram? Hát észre kell venni, hogyha megteszünk valami esetleg átlagos, ez egy elég átlagos dolog, hogy egy botot felemeljek, hát most nincs itt nálam, csak egy üveg. Hát felemelem, ugye? De most nem nincs ez mögött hit, mert nincs miért, csak ezt példának hoztam. Tehát észre kell venned, hogyha te megteszed az átlagost, avval a kicsivel, amit van, akkor Isten megteszi a természet felettét. De állandóan püszkölünk, állandóan valaki fekete bárány a szívünkbe, a szemünkbe, akkor figyelj, ezt az egyszerű botot felemelte Mózes. Hitben emelte fel. Na, ez a lényeg. Hitben. És használta Isten azt az egyszerű botot a csoda elvégzésére. A válasz mellettünk van. És mellettünk vannak azok is, akikre szükségünk van. De nem azért vannak, hogy csak hogy te egyik füleden be, a másikon ki, és az intelmeket ne hallgass meg, vagy az igéket ne hallgass meg. Hangsúlyozom, nagyon sok embernek mondtam, hogy ne dolgozz annyit, ne csináld ezt, ne csináld azt, bocsáss meg, csináld, menj előre is egyéb. De se pipáltak. Most meg 5-6 betegségekkel küzdködnek, meg járókerettel, meg botokkal, meg egyebekkel. Vagy megvakultak. Nem fogadtak szót, nem szerelmeskedőjének hang vagyok, Istennek a szolgája vagyok. Tehát figyelj, ha olyanok mellett vagy, figyelj, egy felkent mellett lehet, felkent mellett, egy felkent mellett válhatsz felkenté. Egy hitetlen mellett hitetlenné. És ha egy felkent mellett sem tudsz hitben maradni, nem tudsz kitartani, jó a magad módján. De nekünk nem a magunk módján kell könyörgöm hitben járni, és az igazságot megcselekedni. Nekünk ez. Ez alapján, Isten igéje alapján kell megtenni. Tehát a válasz nekünk megvan, hisz rengeteg csoda van, ugye a halacska, a kenyér megsokasította, 5000 jó lapta, Jézus aztán még 12 kosárra maradt, elmondta, hogy melyik halnak a szájából vegyék ki a pénzt, és ez egy nagyon komoly dolog. Vagyis nekünk ezt már nem engedheted meg magadnak, hogy csak beszéljen a pásztor. Ha te nem hallgatsz rá, az a te dolgod. Az mindenkinek a maga dolga lesz. De nagyon veszélyesítők vannak, mert potyognak az emberek, naponta nem tudom hány százan, hány ezren esnek el, és nem tudjuk, hogy lesz-e még holnap. A harmadik világháború küszöbön van, itt nem babra megy a játék, és itt nem lehet kényeskedni. Vagy megcselekedjük az igét, vagy az Úrral maradunk, ezért beszélni akarok ma a vérről. Mert a vér az, ami Jézus neve és Jézus vére, az, ami megvédelmez minket. Az Ószövetség erre példa, és Jézus vére az egy előkép volt, ugye, az egyéves hímbáránk a vére. Tehát figyelj, az előrejutáshoz megvan mindegyikünknek a válasz. A természet feletti válasz, de van, akik csak... Tudjátok, várnak ilyen csodákat, ilyen szép világban élnek, hogy jaj, libabőrös legyek, ez történjen, az történjen velem. Hát figyelj, én nem szeretek így. Én konkrétan szeretem, a Isten szól hozzám, az ige által, bármi. Tehát a forrásainkat meg kell ismerni, és meg kell látni. Tehát nem mondd azt, hogy az én körülményeim, ez nagyon sok embernek, figyeljetek, 17-en vagytok csak bent, itt az imakörben, de sokan lesztek bent, mert ez egy jó tanítás. Ne gondoljátok, ez egy relatív dolog, hogy azt mondom, hogy nekem csak ennyi van. Figyelj, Sámson a Bírák könyvébe, 15-15-be egy szamár állkapcsával legyőzött 1000 filiszteust. Egy szamár állkapocs azok a filiszteusok, föl voltak ám elég szépen szerelve. Legyőzte. Te mikor győzöd le a megbocsátatlanságot? Mikor győzöd le azokat a dolgokat, hogy magadat kritizált, hogy magadat bűntudatba tedd? Tehát nem az a lényeg, amink van, hanem hogy meglegyen rajta Isten kenete,
hogy Istennel együtt járjunk, és az ő akaratában legyünk. És akkor lesz a kitartásunknak gyümölcse, a hit gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, azok ellen nincsen törvény. Tehát lehet, hogy most neked egy nagy problémád van, de nem ismered fel, hogy mit van. Én a kicsinek is tudok örülni. A kis dolgokból Isten nagyon nagy dolgokat hozott elő. Vagyis az emberek, akik a közelünkben vannak, lehet, hogy hát azt mondják neked, ó, én ezt már nem bírom, én nem tudom legyőzni ezt az óriást. Na, elmondom akkor neked, hogy nem is fogod. Egyáltalán nem fogod legyőzni az óriásodat. Se a tünetedet, se a betegségedet, semmidet. Erről beszélsz, erről gondolkozol. Ez nem a hit, ez nem a kitartás. Tudod, mivel tartsz ki? Abba a láthatóba, és a láthatók ideig való. És az ige pedig örökké való. Tehát figyelj, egy paritja, egy szamárbot, egy, úgy is mondhatnám, hogy nem szamárbot, mi az? Na, állkapocs, és egy bot, meg egy paritja. Használták, és azt mondták, Istenem segíts, segíts, hogy rendben legyen a lábam, a szívem, a testem, hogy megszabaduljak azoktól a szörnyűséges terhektől, amiket emberek csinálnak, és másoktól várják a megoldást. Hát a paritját, fiam, neked kell kilőni. Ezt mondom neked, meg az állkapcsot is elővenni, és a sátánt addig verni, amíg ki nem takarodik a házadból. Tehát nekünk kell valamit csinálni. Kimondták, Istenem, segíts! És Isten mindig azt fogja használni, amink van. Úgyhogy Isten azt mondja, használd! És én majd én ezt megsokszorozom. Mondd ki! Igen. Célokat el tudunk ám érni sokkal kevesebb felszereléssel. Hát Saul felajánlotta Dávidnak az egész 6 felszerelési katonassági ruháját. Nem kellett neki. A nehézség vissza akar húzni. Ó, de sajnálom magam. Ennyi betegség. Hogy bánik velem az apám, az anyám, az anyósom, a környezetem? Ó, engem senki nem ért meg. Ha megtiltom ezt. Tudjátok, sokáig voltam beteg, és amikor rám jön ilyen, de ez nagyon ritkán jön rám, ha véletlenül rám jön, hogy egy picit is elkezdjek azon sajnálkozni, hogy én velem mi történt, akkor ott azt mondom, na feküdj vissza, te halott ember, mert ez csak a test. Tehát megtiltjuk, hogy Isten ereje, ami bennünk van, hogy az nem, az visszavonuljon, az a kifogások idejében használod azt. Tehát Joel azt mondta, hogy ébreszt fel az erős férfiakat és nőket. Fel kell ismerniük, hogy amik van. Hol vannak itt az erős férfiak és nők? Nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Tehát nem engeded meg az elbátortalanodást. Főleg, ha van egy álmod, vagy van egy célod. És... figyelj, ha makról álmodozol, akkor azt fogsz kapni az úton. De az kitartása. Tehát lehet, hogy van egy nehézséged, ami visszahúz. De az nehézség nem fog az egész életbe tartani. Várjuk a csodát. És most ez nem a kifogások ideje. Itt mindenki a kifogásokat keresi, hogy miért. És ébredsz fel benne. Ébredjetek fel. És nézzétek meg, hogy mitek van. Persze nehogy azért olyan büszkék legyetek, hogy elszálljatok magatoktól. Itt benne van ez is a pakliba. Hogyha túl hitben vagy, és egyébben, hogy akkor nem dicsekedünk, hogy ez van, meg az van, meg ilyenek, meg én milyen hitben vagyok. Én tanítalak benneteket, és megfújom a trombitát, mert őrálló vagyok. És azt azért fújom meg, mert Isten engem így hívott el, hogy tanítsak, és az embereket kihozzam abból a nehézségekből. Tehát nézz körül, hogy mit van. Mi van a csomagodban? Mert nem tudjuk, hogy egy óra múlva mi lesz. Tudjuk, hogy egész Gázát el akarták pusztítani a terroristák.
nem sikerült nekik mindent, de nézd meg, milyen vérengzést csináltak. Egy pillanat alatt a legnagyobb békébe, amikor senki nem számít semmire, amikor jön hirtelen egy nagy árvíz, amikor jön hirtelen, és mindenük elúszik az embereknek. Azért ne legyünk olyan teljes biztonságban, a vér védelmét, Jézus nevét, nekünk bizonságul kell hívni. Hát ti akartátok ezt a tanítást ma, a kitartásról. A kitartással fussátok meg az előttetek lévő küzdőtért, ugye? Itt van a zsidó levél 12-ben is, Jézus mit csinált? Hát hogyan tartunk ki? Hát néha a türelmünk elfogy, amikor ennyi minden van itt körülöttünk. Azt mondja, annak okáért mi is, akiket a bizonságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és megkörnyékező bűn, kitartással fussátok meg az előttetek lévő küzdőtért. Nézvén a hit fejedelmére és bevégzőjére. Hogy futunk meg kitartással? Úgy futunk meg, hogy Jézusra tekintünk. A szemünket le nem vesszük róla. Jézus egy pillanatra nem hagyta abba, nem panaszkodott, nem hagyta abba a hit megvallását, egy pillanatra sem tévesztette el a célt, amiért ő a világra jött. Neked így kell nézni. Nem a fiadra, a lányodra, az anyósodra, a testedre, a körülményeidre. Ha van egy kicsit, azt Isten meg tudja sokszorozni. Amen, bizony. Amen, amen. De ha van egy kicsi neheztelésed, haragod, megbocsájtatlanságod, olyan komoly dolgok jönnek belőle, hogy futhatsz a lábod után, meg a kezed után, meg a fejed után, meg a pénzed után, és minden egyéb után. Tehát Jézus, nézzünk a hitünk fejedelmére és bevégzőjére, aki előtte lévő örömért keresztet szenvedett. Nem tekintette a gyalázatot. Na, itt van a gyalázat. Hó, mit tett? Velünk. Figyelj, ha erre tekintettem volna a férjemmel együtt, 27 teljes éve szolgálom, akkor már réges-rég abba hagytuk volna, körülbelül 19 évvel ezelőtt azt a gyalázatot. És kit érdekel? A vérrel lemosta, Jézus vérrel lemosta a gyalázatot. Látszik az rajtunk valamilyen gyalázat? Szerintem nem. Isten ereje, kenete, dicsősége. Nem mondom, hogy nem kellett használni az állkapcsot, vagy nem kellett használni a parítját, vagy nem kellett a két élő éles kardot állandóan éjjel és nappal. De kire tekintünk? Jézusra. Nem az anyósodra, nem az apósodra, nem bizony se a lányodra, se a fiadra, se magadra. Magadra se nézel. Minek? Csak akkor nézel magadra, ha nagyon meg vagy magaddal elégedve. És azt mondod, jól nézek ki, jó képű vagy, szép vagyok, vagy akármi. Tehát figyelj, gondoljátok meg, hogy azért ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, el ne rankadjatok, és el ne csüggedjetek a lelketekbe. Tehát Jézus keresztet szenvedett, meghalt, érted és értem, nem tekintette a gyalázatot, hogy mit csináltak vele, megszégyenítették, mesztelenül függött, össze-vissza verték, a vérét kiontották, a testét össze-vissza csonkították, és mit csinált? Kitartással vele csináltak már ilyet? Kaptál már 39 ostor csapást? Gonosz idők jönnek, mindenkit felkészített. Azonnal kiűzöd magadból. Az anyósod, az apósod, a gyereked, a fiad, a lányod, a menyed. Ha akarsz magadnak nyugodt életet, akarsz magadnak nyugodt éjszakát. Tehát Jézus így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. Nézd meg, mit csinált a Gázában. Még a kis csecsemőknek is a szemét kivágták. Hát hol volt? Ja igen, Izraelben, a gázai határon, igen, igen, Izraelben, bocsánat, igen, igen. Tehát itt egy pillanat alatt, mert mindenki szedje magát ráncba, és a kitartást azért gondoljuk át, hogy mit is jelent ma a kitartás, hogy miben vagy te kitartó, és miben akarsz győzni. Először is, ugye mindenben győzni akarunk, azt szoktuk mondani, ó, mindenben, mindent akarunk az Úrtól, mindenben győzni akarunk. Hitről hitre, szintről szintre, és dicsőségről dicsőségre. Ébresz fel magadban az erősségét Istennek, és ismerjük fel, hogy mink van, és hogy milyen nehézség van most az életünkben.
Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a következő órában. A 22 éves lány azt mondta, hogy nem tudom, hogy élek-e még. Nézz körül, hogy mit van. És hát áldás könyvet is csináltam, hogy hát mennyi minden áldást kaptunk Istentől. És nézz körül. Hát van először is előmenetelünk. Isten képességeket helyezett belénk. És a képesség, a kreativitás, vagy a bölcsesség, vagy van, akit az anyagiakban, van, akit a bármiben használ, amikor az Istennek felveszed, vagy megnézed, hogy azok a talentumok, amik benned vannak, akkor azt te ne degradáld le. Hát figyelj, vannak bennünk gyönyörű talentumok. Volt egy férfi, és nagy tervei voltak, és azt mondta, Uram, én nagy anyagiakra törekszek, most nem az anyagiakról akarok, mert többen testileg vagytok, nagyon-nagyon megpróbálva. De ez nagyon akart, ez az ember fejlődni és növekedni. És egyszer valami, hát ilyen méhes telefféléje volt, és bevittek neki ilyen nagyon ócska akkumulátorokat, és hát jó, felvette fillérekért, de rengeteget. És 2 cent volt abban az időben, az egy pár fillér, és, de nagyon sok volt. És neki volt egy álma, hogy Isten őt nagyon meg fogja áldani. Hát nekünk is van, nem csak álmunk, hanem valóság. Isten igéje a valóság, Isten igéje az igazság, Isten maga a szeretet, ő szeretetben alkotta meg a világot, szeretetben Jézust elküldte, úgy szerette Isten ezt a világot, az egyszülött fiát adta, hogy senki, de senki el ne vesszen, és kell legyen egy látásunk akár, ő neki az anyagiakban volt. De lehet ugyanúgy a gyógyulásodban, lehet a társban, bármi is legyen. A lényeg az, hogy rengeteg bevittek neki ebből az akkumulátorokból. És hát az álma, hát ilyen pici akkumulátorok voltak közöttük is, és valahogy úgy érezte, hogy valami kincset talált azokban a kicsi akkumulátorokban, és hát keresett jó ideig, egy hétig, vagy meddig egy szakértő, hogy nézze már meg valaki, hogy mi van abban az akkumulátorban, és szétszették. Németek tesztelték neki, és nem ólom volt benne, mert az akkumulátorok állítólag ólom volt, hanem ez is. És hát figyelj, nem volt annyira nagy értékű egy darab, de neki rengeteg volt, rengeteg. Isten túláradóan megáldotta azt a rengeteg vasat, amit oda bevittek neki, beárasztották, és az ott volt, és ezt ki tudta aknázni. Nem tudta először, te mit tudsz a te életedből kiaknázni? Hogyan tudsz kitartással megállni? Tehát nem tudjuk sokszor, hogy mi van mi bennünk, lehet, hogy egy jó gondolat, vagy bármi, és hogy találjuk meg, hogy az élet milyen szép. És tényleg annyira csodálatos az Úr, az is csak egy gondolat, hogy másnak, hogy örömet szerezni, hogy volt egy fotóm, és a szellem mutatta, hogy adjam valakinek azt a fotót oda. És először gondolkodtam, aztán fölhívtam, hogy hát kell-e neked ez a fotó? És 5 köszönő levelet írt, és olyan boldogát tettem, és én is boldog lettem ettől. Hát figyelj, hát mi ez, ha nem jó dolog? Mi van a csomagban? Hallani Istentől, kitartani benne. Lehet, hogy azt mondtam volna, ó, minek adjam oda, úgyse érdekli azt, és egyéb. Odaadtam, és örömmel volt benne, és nekem is örömöm volt. Tehát kell, találjál egy ötletet, nézz szét körül, hogy mi van, mit van. Jó méreg az van. Igen, csalódásunk van. Igen, elhagyatásunk van. Jézusnak is volt minden. Hát, figyelj, mink van? Nem a mesébe élünk, a valóságban. Isten már a megfelelő személyeket elhelyezte körülötted és körülöttem, és adott neked egy bibliai tárházat, az igét. Mindegy, hogy a világ mit mond, hogy azt átírták többször, meg nem is valóságos. Érdekes, nekem működik. És sok társamnak működik.
Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én hiszek benne. És a kitartásban is hiszek. És abban, hogy nem a láthatókra tekintek. Mert amíg a láthatókra tekintettem a világba, elmondom nektek, hogy egyik betegségből a másikba estem. És a két, legalább egy házat az orvosokra költöttem. Tehát figyelj, ne sajnáld ma annyira magad. Ó, én szegény. Ó, ez csak velem történhetett meg. Tudod, mennyi sok szegény keresztény van? Mennyi sok önsajnálat van? És a kitartásban szükölködne. Kitartóak a beszédben, a panaszban, a hitetlenségben. És ez nem jó. Lehet, hogy sokan elbántak velete, mint ahogy velünk is. De akkor is Istennek, Isten felé indulok, a vérvédelmébe, a vérerejébe, az Úr rendelje el a lépésemet, és mindenem, amin van, az sokszorosítsa meg. És ha Isten vele, ki lehet ellene? Felemelkedünk a hit szellemébe. Amen. Amen. Mondjunk egy amen, dicsőség Istennek. Tehát figyelj, fel kell emelkednünk a hit szellemébe. Mózesnek panaszkodtak, ugye, meg Istennek is, nincs étel, nincs uborka, nincs fokhagyma, nincs ez, nincs az, és nincs étel. Hát de Isten azt mondta, ugye mi van? Mi van? Mit van? Hát amikor a bot is nagyon csodálatos volt, amikor a fáraónál megjelent Mózes, és az egyik varázsló ledobott valamit, és megjelent a kígyó. Na de mi történt, amikor Mózes ledobta a botját? Kígyóvá változott, méghozzá egy olyan király kígyóvá, ami főzaválta fölötte az ellenségnek a kígyóját. Felvett. Tehát Isten azt mondja, én meg tudom tenni az átlagos dolgokat az életedbe, de te maradj hitben. Nem tudom megáldani azt a dolgokat, amikor félelem, aggodalom, kétség, nehézségről beszélünk állandóan. És ma is azt kérdezi Isten, hogy mi van a kezedben, mi van a szívedben, mi van a szádban, fiam, lányom? Hát én erős férfiakat és nőket akarok látni. Kelj fel a legyőzött mentalitásból, gonosz idők vannak, ébredjetek fel, használjátok, amitek van, az ige a tietek, igen, én vagyok Isten, akire szükséges szükségetek van, és hát mit van? Hát mit van? Hát ha az állkapcsot nem vette volna Sámson a kezébe, akkor 1000 filiszteust nem győzött volna le, és nem győzte volna le. Tehát kérlek benneteket, hogy figyeljetek oda. Lehet, hogy nem tűnik soknak az, amit most van, de Isten segítségével nagyon sokká és különlegessé tud válni, és óriásokat le tudsz győzni. Ha tudnád, hogy hány óriást győztem le, és még fogok legyőzni, mert hiszek. És amin van, azt meg akarom sokszorozni. A kevesen hű vagyok, és Isten majd sokat bíz rám. Tehát vigyázzatok. Átlagon felüli álmokat kell, hogy álmodjál, és beteljesíti Isten. Tehát Isten jó indulatát élvezzük, és ő új ajtókat adjon nekünk, és új áldások kerüljenek az utunkba, és új szintre vigyen Isten. Hát figyeljetek, ez nem jó, mert most az az időszak van, hogy Isten megrázza a földet. Tehát, és van egy csodálatos ige, hogy Isten ugye megrengeti az eget, a földet, és meg fogja indítani majd, ezt alig lehet felfogni, hogy minden nemzet meg lesz rázva. Már ugye érzékeljük ezt, Isten erejét, az ég, a föld, a tenger körül, de hiszel-e Isten ígéretében? Nagyon kevés helyen hisznek ebben, hogy amit leírja az ige, hogy azt betartsák, megcselekedjék. Hát ha megnézzük, hogy Isten ítélete, hogy három alapigasságon áll meg, bűn, igazság és ítélet, Isten olvasta János 16:8. Tehát figyelj, minden igazságtalanság az bűn, mert nem hit, nem hitből csináljuk. És ha valami nem igazságos, az bűnös. És ha bűnben vagyunk,
el kell döntenünk. Bűnben vagyunk, vagy igazságban vagyunk. A Jézus az igazság. És ahogy élünk, és azzal szembe fogom majd egykor nézni Isten ítéletével. Egyikünk sem menekülhet el. Tehát köszönjük. Köszönjük Istennek. Hálát adunk. A kárhoztatás ítélete nem a miénk. Sem magad, sem másokat nem szabad. A tessék olvast. Hangosan, hogy behallgat. 16 és a 8-as igenestől. És ő, amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttak engem. Az ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítélhetetek. Bizony, bizony. És ítélet is van most a Földön. Nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön vissza, és azért akartam ma egy kicsit a vérről is beszélni, és hogy tartsák ki, mert a látható körülmények azok meg fognak, úgyis mondhatnám, sötétedni, és félelemteljesek már most is az, és arra bátorítalak és buzdítalak, hogy a vér az, ami, a Jézus vére az, ami meg tudja rengetni a pokolt, és meg tud védeni, az utolsó időben vagyunk, megsokasodott a világban a gonoszság, és nekünk a hívő hatalmát kell gyakorolni. De addig, amíg te nem vagy kitartó, és nem vagy hídben, addig nem tudod a hívő hatalmát gyakorolni, mert kinevetnek az ördögök. Amikor mi nem vagyunk hídbe, akkor te nem vagy hatalomba, ahogy a lézengő zsidó gyerekek is akartak ördögöt tűzni. Ők nem voltak újjászületve, de nem ismerték azt a hatalmat. Te ismered azt a hatalmat, és ti ismeritek ezt a hatalmat, de kérdés, hogy hídben vagy-e? Kérdése? Ez egy nagy kérdés. Utolsó időkben vagyunk a sátán lop. És a gyerekeinket sem kíméli, de Isten gyermekeit sem kíméli. És ahol csak tudja, ugye ott lop, öl és pusztít. És erő van a Jézus vérében. És hatalmas védelem az ő neve és az ő vére. Hát a megváltásunk az ő vérén alapszik. Ettől nagyobb igét már nem tudok nektek mondani. És az erő Jézus vérében van, és mi ezt legyőztük a bárány vérért, és a bizonság tételünk szabályért, mindegy, hogy betegséggel nézel szembe, családi körülménye, ó, de úgy siratom a szívemet, valaki nem áll velem szóba, ó, ilyen a menyem, a fiam, a lányom, mit sírsz ezeken, amikor ilyen nagy bajok vannak? Te maradj a vérnél is, Jézus nevére. Egy éves hímbárányka vére megvédte a pusztítótól Izraelt, a zsidó népet. Akkor téged is meg fog védeni. Ha van ebben, úgyis mondhatnám, hited, hogy van-e ebben hited? Abba van hited, hogy ez meg az elbánt veled? Neked abba kell legyen hited, hogy a Jézus vére megvédelmez téged, a családodat, a házad népét. Köszönjük, köszönjük, köszönjük Istennek. Tehát azt tudom mondani, hogy a hatalmadat gyakorolni kell. És vannak időszak, vagyis vannak olyan dolgok, aminek meg kell majd történni. Ami nem lesz egy kedves, mi, hál' Istennek, akkor már nem leszünk itt a Földön, amikor az igazi ítélet idő le fog szállni. Mert ugye el fogunk ragadtatni majd. De csak azok fognak elragadtatni, akik újjászülettek. Úgyhogy a lábunk alatt van a sátán, ezt Jézus itt hagyta nekünk. Az áldást itt hagyta, és a vérnek a védelmét, és az ő nevét. Krisztus testének meg kéne ismerni a vérben lévő hatalmat, és azt az erőt, hogy ne félj. Én nem félek a vérről tanítani. Nagyon régóta tanítok a vérről. Mindig próbákat kaptam, de tisztában vagyok vele, hogy az ördög le van győzve. És te is legyél tisztában. Tehát Jézus vérére meg kell tanulnunk tisztelettel, hálaadással. Abban az új könyvemben
ami a megváltásban, a gyógyulás, valami ilyesmi a címe, ott külön beszélek egy csomó lapon keresztül a vérről és az úrvacsoráról. És a vérről szól ez tulajdonképpen, hogy a kereszten kiontatott a drága Jézusnak a bűntelen, szeplőtelen vére. A vért meg kell érteni mindenkinek. Azért beszélek a vérről, mert sokan nem ismerik ezt a fajta erőt, hogy ezt használják a testükre, az életükre, a körülményeire. A megváltás alapját meg kell mindenkinek érteni az imáinkban, megvallásainkban, a meghintés vérét kell forgatni és kimondani. És mert itt van, tényleg ezt meg kell értenünk a Jelenések 12-11-en, és ők legyőzték a bárány vérért, és a bizonság tételük szaváért. A szent vér, az örök szövetség vére. Hát a vér a tiéd. Ha elfogad, ha valaki még nem született újjá, a kereszt bevégzett munkáját, ha elfogadja, övé az örök élet. A drága Jézus becses vére kiontatott. A szövetség alapja a vér. A hatalmunk alapja a vér, a győzelmünk alapja a vér. Minden Jézus Krisztus vérénél kezdődik. Tehát meg tud védeni téged, engem és a gyermekeinket a drága Jézusnak a vére. Az a vér áldozattól lett kioltva, ugye? Tehát vigyázzatok és imádkozzatok. Tehát köszönjük Istennek minden területen te ezt használhatod. Az emberek, amikor az igét nem ismerik, és bizonytalanságban vannak, fűhöz, fához szaladgálnak, és mindenféle vádlásokat mondanak. Figyelj, mi, akik ismerjük az igét, igét ismerő emberek vagyunk, azt mondja a Szentírás, hogy az igét ismerő emberek felbátorodnak. Van-e bátorságod? Ja, amikor együtt vagyunk, persze, ez jó csendben lenni és egyéb. De alig várom, hogy kimenjek, és újra panaszra nyissam meg a száma. Nem, nem. Arra van szükség, hogy valamit az emberek lássanak bennünk, amikor átnéznek, és a cselekedeteinket látják, hogy akkor akármilyen rossz éjszakánk volt, akármilyen fájdalom, bármi volt, a vér az egy hatalmas dolog. Nagyon-nagyon csodálatos dolog. És én kijelentést kaptam többször is, hogy a testnek élete akár a vérbe van. Tehát Jézusban Isten vére volt, az apja vére, ahogy hát a Szent Szellem ugye által fogan. És az élet a vérbe van. Hát a vér tartja fenn az életünket a szívünkön keresztül. Minden féltett dolognál jobban meg kell őrizni a szívedet. A friss oxigéndús vér enged, hogy életet vigyen, hát bizony vigyen a szívünkhöz, az életünkhöz, akármit fáj, a gyomrod, bármi. A test élete a vérben van. Ha a vér kifolyik a testből, akkor bekövetkezik a halál. Tehát a vér tartja fent a test működését, a szív pumpálja a vért, a finom, friss, oxigéndús vér el kell jusson minden szervünkhöz, sejtünkhöz. Tehát a megváltásban megőrzés van, megóvás van, élet van. Jézus az élet adónk. Állítólag bibliai tudósok Izraelben arról beszélnek, hogy vagy azt kutassák, hogy akik újjászülettek, azoknak a vér összetétele megváltozott. Elképzelhető. Így van. Tehát de viszont a tolvaj nem egyébért jön. Lopjon, őjön és pusztítson. Vigyázzatok, ti is, és ti is. Vigyázzatok, hogy mit ejtünk ki a szánkon. Hatalmas ereje van. Ugyanúgy a rosszban is, mint a jóban, a szavainknak, és a mi cselekedeteinknek. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk, és köszönjük Istennek. Hálát adunk, hálát, hogy a vér megtisztít minket a bűntől, és mi, akik újjászülettünk, ez csodálatos dolog. És Isten olyan messzire veti el a bűneinket, amilyen messze a kelet a nyugattól van. És ha
azt mondanám neked, hogy hát mit van, lehet, hogy azt mondod, ó, még egy üveg vizem sincsen, vagy semmim sincsen, de van újjászületésed, akkor megvan mindened. Akkor van, ha van benne hited. Mert Jézus bűnt, aki bűnt nem ismer, bűnét tette, értünk Isten, hogy Isten igazsága legyen. Hát köszönjük Istennek. Tudjátok, nem történhetett volna a megtestesülés, és kezdetben vala az ige vala Istennél, és ugye Jézus megszületett testbe, ugye János 14-ben van, és testet töltött. És ez rendkívül fontos, a vér mindenben, bármi vádlás jön az életedbe. A vér meg tud szólalni a te érdekedbe, le tudja perelni a peredet. Azt mondja 1.14, hogy és az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát figyelj, nem történhetett volna meg ez a megtestesülés, ha nem isteni fajta ugye erő lett volna az életébe. Tudjuk, hogy a Szent Szellem által fogant, mert az anya nem adja vérét a benne fejlődő magzatnak, ugye? És a Szent Szellem által fogant meg Jézus Krisztus, és ezt az atyánk akarta, hogy ez így legyen. És köszönjük Istennek, köszönjük és hálát adunk, és szeretné megoltalmazni a hívei lábát most is Isten, és vigyázzatok és imádkozzatok, majd holnap beszélek még jobban a vérnek a oltalmazó, védelmező elejéről, de elég hideg is van itt, és hálát adunk, hálát és dicséretet, hálát, mert azt mondja a zsidó 9.14, hogy aki az ő tulajdon vére által ment be, nézd meg ezt István, hogy 14 az, vagy 12, aki az ő tulajdon vére által ment be a szentélybe, hát Jézus a vérét vitte be, ugye? És az életét áldozta fel. Ez a vér azért csodálatos, és azért gyönyörűséges, és azért becses, mert a Jézus vére becses, a Biblia egyetlen egy helyen jelenti ezt ki. Tehát megváltottunk a vér által. És ez az alapigénk, amit mondtam, hogy legyőztük a bárány vérért, a bizonságtételünk szaváért. A vér dicsőséget képes hozni az életünkbe. Használjátok Jézus vérét, használjátok, és a Jézus nevét, mert mi legyőztük azt, bármi pusztítás van most az életünkben. És amit az elején mondtam nektek, mert ha összefoglalnám, mert kevés most már az időm, hogyha összefoglalnám, hogy mennyi, mert az elején arra koncentráltam, hogy mit van, és ez nagyon relatív, hogy mit van, mert néha egy ilyen kicsi is meg tud menteni minket, de néha még a sok is kevés néhány embernek, és ez hozzáállásunk kérdése, és hogy hogyan állunk hozzá ahhoz a csodálatos megváltáshoz, mert mostanában, utolsó napokban nagyon nehéz idők vannak. Az emberek pénzsóvárok, kérkedők, kevélyek, gáromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, szeretet nélkül vanok, és ma arról beszéltünk, hogy az isteni fajta szeretet milyen csodálatos, ugye? És hát néhányan elárulják egymást, vagy képmutatóskodnak, vigyáznunk kell Jézus szellemével is. Tehát figyelj, ha összefoglaljuk, hogy a vérnek mennyi szerepe van, és lehet, hogy ezt holnap, ha a szellem mutassa, akkor holnap jobban kibeszélem, ha nem, akkor mást. A vérben van az új szövetség, ugye? Engesztelő áldozat a szent vér, hogy a Róma 3.24 mondja. Megváltásunk a szent vérben van. 1 Péter 1.9, jelenések 5.10, csak igéket említek. Váltságunk van az ő vére által. A vér váltott meg minket, Efézus 1.7, Kolossze 1.14, Zsidó 9.12. Megszentelődésünk van a Jézus vérében. Ha bár úgy lenne, Uram,
ezen az úton kell mindannyiunknak előre haladni és menni, és ez a legcsodálatosabb. Tudjátok, egy keresztény nem állhat meg az újjászületésnél. Az a gyümölcsünk meg fogja mutatni, hogy mi hogyan cselekszünk, és hogyan állunk meg a különféle körülmények között. Lehet, hogy azt mondja valaki, hova bújjak el ebben a szörnyűséges helyzetben. Hát én azt mondom, hogy a zsidó levél 9.14 azt mondja, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, megtisztítja a ti lelkismereteteket, ahol cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ezért ő az új szövetség közben járója. Figyelj, a Krisztus vére, ez nem a bakok és a bikák vére. És nem a tehén hangva, és nem tisztátalan dolog. A Jézus vére azt mondja, mennyivel inkább Krisztus a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel, vagyis meg tud a vér védeni minket. Minden nap meghintjük a bárány vérével, Jézus vérével az otthonunkat, az ajtófélfát, vagy az ingatlanunkat, vagy a testünket, a gyermekeinket. Nekünk a megszentelődés ott van a Jézus vérében, hogy jobbá váljunk. Igen, mert Jézus már meghalt, és hagyott egy végrendeletet itt ránk. És az, ugye, amikor az örökséget átveszünk, akkor arról van szó, hogy ahhoz előbb meg kell valakinek halnia, hogy mi örökölni tudjuk, Jézus meghalt, és mi örököltünk, és Jézus nagyon sok jó dolgot hagyott ránk, dicsőség legyen, és hála neki, ő meghalt, és ez egy csodálatos dolog, hatalmas változás történt, 8 jó dolgot hagyott ránk, és megváltotta a betegségtől, a szegénységtől, megváltotta a szellemi haláltól, és Jézus magára vette a bűnök eltörlését, és az igazságát ajánlja fel. Hát szeretetből halt meg. Ez az igazságosság követelménye. Hogy mi is szeretetben járjunk, a Jézus utánzói vagyunk. Ezért az ige a Jánosban ott van, hogy meg fog minket Isten ítélni. Ugye, hogy hogyan tartottuk ezeket be, hogyan állunk meg. És néha azt mondják, ó, hát én annyit imádkozok. De nem csak arról van szó, hogy imádkozunk, imádkozni lehet. De hitben imádkozunk-e? Hogy hitben imádkozunk-e? És Jézus magára vette a mi gyalázatunkat, erre a legbüszkébbek a keresztények. És néha mindannyiunkban van egy kis büszkeség, kevésség, egyikünk sem mentes ettől, bocsásson meg az Úr nekünk. Mert az egy büszkeség és kevésség, amikor azt mondjuk, hogy ha velünk aztán úgy elbántak, hogy senkivel, dehogy nem, Jézussal elég szépen elbántak. Meg még Pál apostollal is. És magára vette Jézus a gyalázatunkat, és az ő dicsőségében való részesedést ajánlja fel nekünk. És magára vette az elutasítottságot. Nem tudom, voltál-e már elutasítva? Mi nagyon sokszor. 1000 ember elutasított, és úgy éreztük, hogy csak ketten vagyunk a földgolyón. Mert mindenki elutasított, kivéve Istent. Csak azt akkor, hogy ilyen elutasított állapotban az ember nem mindig így érzi. És ilyenkor úgy, hát a büszkeségünk, az egónk azt mondja, hát én, hát velem ez történt. Ó, veled ez nem történt meg. Dehogy, de még rosszabb is megtörtént veled, mint velem. Sokkal, mindenkivel történhetett rossz. Tehát nem legyünk már ennyire büszkék és kevélyek, hogy az én, mindenkivel megtörtént. A sátán nem személyválogató. Jézus magára vett minden átkot, és Jézus eltörölte azokat a rossz dolgokat, amit mi az újjászületésünk előtt elkövettünk, és az ő áldásait ajánlja fel nekünk, és a betegségeinket, a fájdalmainkat, és azt, hogy mi a pokolba mentünk volna. Hát mit van? Hát többet ér, mint egy szapár állkapocs, vagy többet ér bárminál, egy botnál is, az Jézus vére mindenek felett való, a kereszt bevégzett munkája. Mind van, mindened megvan, ami az élethez, a valósághoz, a bővölködéshez, a gyógyuláshoz, bármihez elég legyen. Itt van neked Jézus neve, Jézus vére. És ez nem
bakok bikák vére, és nem egyéves hím bárányka vére, amely előkép volt. Nem! A Jézus valóságos, valódi és igaz vére, amely becses, amely megmentett, amely megigazított, amely megváltott, amely bővölködővé tesz, akkor mit nyakogunk itten? Ez nincs, meg az nincs. Mindened megvan a vér által, a Jézus vére által. Mindened, mondjad meg, hogy mit nincsen. Mondd meg, mondjátok meg. És az ördögök elfutnak, és eltakarodnak, vagyis teljes helyreállításnak kell lenni, még akkor is, ha téged elutasítottak. Nagy dolog, mindannyiunkat elutasították. Nincs ember, akit nem. Jézust is elutasították, leköpdösték, megbántották. Akkor mit sírsz te itten? Nekünk be kell tölteni az igazságosság követelményét. Meg kell szentelődni, szeretetbe járni, hitbe járni, nem arra, hogy jaj, most ki nem fogad el, meg ki fogad el, meg ki nem. Figyelj, te csak magadén leszel elszámoltatva Jézus előtt. Mert meg fogunk állni egykor. Ugye, majd ott van az ítélet, János, még egyszer is nem felolvasnád azt az igét. Figyelj, meg leszünk majd ítélve. Ahogy a Föld is, és már elkezdődött az ítélet Isten házán. És hova lesz az istentelen és a gonosz is, ha ez van? Úgyhogy fejezd be a sajnálkozást. Fejezzétek be. Nekünk az imánkba, a megvallásunkba forgatni kell a Jézus vérét. Mert mi legyőztük azt a bárány vérét, és a bizonságtételünk szaváját. De nehogy legyőzön téged a mennyed, az anyósod, az apád, az anyád, és bárki a főnököd, vagy a hiányod. Mit van ma? Azt kérdezem. Mit van ma az új szövetségi hívőnek? Jó, nekem semmi nincsen, csak bup a hátamon, meg bütyök a lábamon, meg ez van, meg fájdalom van, meg ez van. Isten, légy szíves, jó hangosan, hogyha ide jönnél, nem bánnám. Most nem a helyünkön vagyunk, hogy hallja mindenki ezt az igét, mert ez nagyon fontos ige. János Evangélium 16-os fejezetétől, most a 7-es igeverstől olvasom. De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És ő, amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisztek én bennem. Az igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelem megítéltetett. Egykor majd mi is meg fogunk állni. De én nem a te bűnödért, meg igazságtalanságért, meg azokért fogok megállni. Én az enyémért, és te is a sajátodért. Vigyáznunk kell nagyon, hogy mindenki fejlődjön, mindenki növekedjen. Azért beszélek a vérről, mert sokan nem ismerik a vérben lévő erőt és győzelmet. A megváltásunk alapja, a vért, ez első lépés az Istennek az országába, hogy elfogadjuk az Urat. Mert aki nem fogadja el az Úr Jézus Krisztus, az nem mehet be Isten országába. Hiába mondja, hogy tisztelem az Atyát, ha nem tiszteli a Fiút. Nekünk a Fiút tisztelni kell, a vére kiontatott. És az alapja a szövetségnek, a vér az alapja, és a győzelmünk alapja. És minden Jézus vérénél kezdődik. És ezt ki kell építeni magadba, a hitet. És amikor az emberek figyelik a mi életünket, nem tökéletes, mert néha előfordulnak szeplők sömörgözések. De mégis valami olyannak kell lenni, ami kiemelkedő. Sámson egy parázna akárki volt. Ajába volt a gyönyörű minden, aztán hagyta egy prostituált által az isteni erőt levágatni, de mégiscsak azért, amíg ott volt a kenet az életében, a filiszteusok, az ellenség, mindenki figyelt, a rókák farkára csóvákat csinált, tűzcsóvákat, ugye, úgy engedte be
a vetésben rengeteg bosszúságot csinált az ellenségnek. Te magadnak csinálsz bosszúságot, amikor nem szentelődünk meg, amikor nem járunk szeretetbe, amikor nem az igazságosság követelményét csináljuk, akkor magunk saját lábunkba lövünk be. Nekünk az ellenséget kell pusztítani, az pedig a fejedelemség, hatalmaság, az élet sötétségének a világbírói szeretteim. A Jézus nevében. Itt most már fel kell mindenkinek ébredni, nem babra megy a játék, háború van körülöttünk, és akár benned is háború van, lelki háború. Nekünk példának kell lenni, le kell uralni a helyzetet, a körülményt az igével, a vérrel, a Jézus nevével. Amikor ránk néznek az emberek, vagy hallanak, akkor igenis valamit lássanak bennünk, ami Krisztusból van. És amire nekik szükségük van, hogy amikor hallják az igét, akkor igenis tudják azt, hogy nekik is kell ez, nekik is kell az örök élet, mert nem akarnak a pokolba menni. És hát Jézus felajánlotta a mi szégyenünket. Mert a sátán nap, mint nap meg akar téged szégyeníteni. Lehet, hogy ma is megszégyenültél, meg tegnap is, meg egész életedben úgy érzed, hogy szégyen táblát vittél. Nézzetek, engem sajnáljatok, engem szégyellem magamat, és mindenki engem szégyeljen. Nem. Nem. Jézusra méretett a mi szégyenünk. Nekünk már ez nem kell. És ott függött a kereszten a dicsőség ura, anya szült mesztelenen, így megszégyenítették a dicsőség urát. És minden gyalázatot elszenvedett. És Jézus ezt megtette, érted és értem. Neked csak ezt birtokba kell venni, hogy nekem már nem kell megszégyenülni, már nem kell szégyen táblára tegyenek, hogy ez az a ronda, vagy ez az, vagy akármi. Nem. Szégyen, az értéktelenség érzése. Voltál megszégyenítve? Én nagyon sokszor. És nyilván mindegyikünk értéktelennek látnak minket. Voltál már így? Persze, hogy voltál. És te magad is néha, tehát, és éreztették veled, hogy nincs rá szükség az emberi mi voltodban. Jézus is átélte a szégyent, amikor mesztelenül függött a kereszten. Vére rajtunk, mindenki kiabált. Senkinek nem volt szüksége Jézusra, pedig ő rá volt a legnagyobb szüksége, és akikért jött, azok ölték őt meg. Nekünk ma Jézusra van szükségünk, a megváltóra, az ő drága vérére, a becses vérére, és Jézus átélte azt a szégyent, amit mi átélünk emberek által nap, mint nap. Tehát a kereszten nem csak a gyógyulásunk, az anyagi szükségünk lett betöltve, hanem az érzelmi szükségleteink is, tudod? Mert az érzelmeink azok nagyon tudnak működni a testben, amikor elutasítanak minket, hát Jézus jobban már azt senki nem utasították el, téged nem utasítottak el úgy, ahogy Jézus Krisztus. Az emberek kinevették, kigonyolták, mit akarsz te itt, te vádolunk téged, te semmi vagy és senki vagy, és verték és ütötték. És ez a drága Úr megváltott téged és engem, és mindent elviselt, érted és értem. Ja, és akkor mi azt mondjuk a nagy ön akármingbe, vagy nagy önzésünkbe. Ó, én nem akarok változni, én olyan jó vagyok. Hát dicsőség Istennek, bár úgy lenne, hogy olyan jók lennék. Jézus tett minket méltóvá az ő vére által, valamennyire megfelelünk, de Jézus tesz minket méltóvá az ő nevére, az ő vérére, és arra a jellemére, ahogy el tudunk változni, hogy a világ felfigyeljen ránk. És nekünk ezért kell példának lenni, hogy mentsük a saját életünket, mentsük a családunkét, a vér fenntartsa a működést, és az életünkben hát hálát adunk. Hálát és dicséretet. Jézus, ahogy a bűn rátelepedte, elutasítottságot élt át. Figyeled, amikor mi elhibázzuk, és bűnbe kerülünk, akár nem járunk szeretetbe, és ez mindennapi dolog előfordulhat. És akkor mi történik? Akkor úgy érezzük, hogy mindenki elutasított. Igaz?
Úgy érezzük, hogy senki nem szeret minket. Közben mi nem szeretünk. Mi utasítunk el másokat esetleg. Meg kell, ki kell jönnöd ebből a szörnyűséges állapotból, hogy az elutasítottság, mindegy, hogy egy vagy két ördög elutasít. De Jézus soha nem fog elutasítani. Az ő drága vére mindenre gyógyír nekünk. Gyógyír. Nem is kell, hogy tanítsak holnap erről. Kérlek benneteket. Ezt gyakoroljátok. Egy csomó igét is van. Az imakönyvben is van. Most Jézus elvett minden átkot. Nem szolgák vagyunk, hanem fiak vagyunk, örökös társak vagyunk. Akkor miért érezzük magunkat ilyen nyomorultó, ilyen betegen, ilyen nem jól, és hogy fáj nekünk annyira, mert valaki nem úgy viselkedik. Hát lehet, hogy csak éppen menekül tőled, tőlünk, menekül abból a helyzetből, amiben te vagy. Itt mindenkinek meg kell változnia, és hitben maradni, és a vér méltóvá tesz minket. Dicsőség Istennek. Tehát Jézusnak azért volt hatalma a földi törvényeken, mert nem volt halandó az élete. Ő halottakat támasztott, ördögöket tűzött, és a megtestesülés csodálatos. A megtestesülés nem jött volna létre, a isteni fajta erő nem lett volna. És ezt az atyától jött. És kezdetben vala az ige vala Isten, Jézus mindig is volt, van és lesz. Imádjuk az Urat. Köszönjük az örök életet. De nekünk kell megváltozni, hogy nehogy megítéltessünk, ahogy ma az ige, ugye? Az igazság tekintetében, és elsősorban bűn tekintetében, és az 1 János 1.8 azt mondja, ha valaki azt mondja, hogy nincs bűnöm, hát az mindjárt felolvasom pontosan az igét, mert nem akarom. 1 János 1.8-ban van. Azt hiszem, hogy ma kaptatok választ. Vagy nem volt válasz ma a kitartásra? Meddig kell kitartanod, amíg valóságban nem jön? Ha azt mondjuk, 1 János 1.8, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat megcsaljuk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk. Igazság tekintetében is megleszünk ám. Mi az igazság? Isten igéje az igazság. Hogyan cselekedtük meg az igét? Hogyan ártunk meg? Hát Sámson hatalmas tetteket vitt véghez a gyönyörű nagy hajába, ami hitve volt. De aztán ugye belépett a parázna nő, és belép nekünk is néha az idegesség, a kétség, belép a viszály, belép a szeretetlenség, bármi. És akkor mi történt? Akkor már engedett a csábításnak, és elvesztette, levágták a haját. Nekünk meg elveszi a sátán az erőnket, a hitéletünkből elkezdünk kérdőjelezgetni, és egyéb, ó, Isten engem nem is áldott meg. Dicsőség Isten. Nem mondom tovább. Nagyon komoly tanítás volt ma. Gonosz idők vannak. Itt van a háború körülöttünk, Közel-Keleten, itt vannak az ellenségeskedések, itt vannak a családi dolgok, és itt van még az is előttünk, hogy az Úr még egyszer megrázza a földet. Vigyázzunk, nagyon vigyázzunk, meg ne vessük a mi Úrunk Jézus Krisztust. Mert még egy kevés idő van, Ageus 2.6.7 azt mondja, mert azt mondja a seregek ura, egy kevés idő van még, és megindítom eget, földet, tengert és száraz, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm a házad dicsőséggel, ezt mondja a seregek ura. És hát vigyázzunk, hogy Jézus, mikor eljön, megfedi a világot, a bűn igazság ítélet tekintetében, és hogy nem hisznek. De hát néha mi is bűnbe esünk. Most mondtam, most olvastam fel. Mert tökéletesek vagyunk? Egyikünk sem. Mert lehet, hogy ma tökéletes voltam délig, de aztán lehet, hogy kettőkor jött valami bibi, aztán egyből valami nagy bűnbe jött. Azonnal kitartani, takarocsátán, menni kell. Nem adok ennek helyt. Mert rögtön rád jön, hogy mi van, nekem mennyi van csak a másiknak, meg két marokkal van. Irítség nagyon, nagyon irít. Hirtke, hogy nevet. Hát ez van, ez az igazság. Ez a valóság. Ezt mondom nektek. Minden. Szóval nem akarok most példát mondani, mert idő van már.
egy dalt eljátszunk, Szikszai Csilla, mit kaptál? Azt mondja, igen, kaptam, köszönöm, de mit? Fogalmam sincsen. Mit? Biztos kijelentést kapott. Használd a vért, Csilla, nagyon! És mindenki rendezze a sorát, a sorsát. És most jobb, ha inkább imádkoztok, és keveset tévéztek. Nagyon rossz hírek jönnek, de mi nem a láthatókra tekintünk, inkább békességet kérünk, áttörést kérünk, áldást kérünk, bővölködést, és mi magunknak, én részemről egy teljes fordulatot kérek. Vágja le az Atyám minden ágat, ami szőlőveszőt, ami nem terem gyümölcsöt a Jézus szent nevében, és hídben akarok lenni. Ja, kijelentést kapott. Na jól van, ha kaptál kijelentést, akkor nem volt hiába való a mai tanítás. Pedig nem is akartam ezt leadni nektek. Dicsőség Istennek! Amen. Tehát, Uram, bocsáss meg nekünk az 1 János 1.9 alapján. Bocsánatot kérünk, Uram, hisszük az igédet, hisszük az igazságodat, oda tekintünk a kis dolgok nagy napjára, akár milyen picike is, ilyen picike, hogy nagyítóval kell nézni. De az is nagy dolog, Uram, mert abból te nagyot tudsz csinálni a Jézus szent nevében. Mint ahogy ugye a méhes ember milliómos lett a sok ezüstből, a pici ezüstök, amik be voltak építve az akkumulátorokba. Köszönjük Istennek! Egy dalt eljátszunk. Péter, mit játszunk el? De nagyot sóhajtottam. Sokatokból kiszakadt valami. Dicsőség Istennek! Köszöntelek benneteket, mindannyiótokat. Vagytok páramben. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Be se jelentettem, hogy már lesz így közvetítés. Ez jó. Én maradok itt. Csak mondd a szöveget. Nem tudom a számítógépet vinni, úgyhogy itt kell maradjak. Add akkor ide is van. Köszönjük. Like,
Köszönöm az életemet, mindazt, amit adtál nekem. Köszönöm, hogy megváltottál. Imám hozzájön hozzám. Kenet van a szívbe, a térdekbe, a lábfejbe, a nagy lábujjba, gyomor, hát ez mi ez, ilyen gyomorfájás, vagy reflux, vagy egy gyulladás. A gerincben van gyógyító kenet, de a lábakban nagyon erőteljes. Dicsőség Istene, cukor, erős cukorbetegségre van gyógyító kenet. Tessék? No, elénekeljük ezt a dalt. És ezzel le is zárjuk, elbúcsúzunk tőletek. Köszönöm Jézus véredet, köszönöm Jézus véredet, köszönöm Jézus véredet, köszönöm Jézus véredet, erről a Jézus véredet. Erő van Jézus vérében, erő van Jézus vérében, erő van Jézus vérében. Tiszta lettem végül, tiszta lettem végül. Tiszta lettem vérétől, tiszta lettem vérétől. Gyógyulás van a vérében, gyógyulás van a vérében, gyógyulás van a vérében.
gyógyulás van a vérében. Köszönöm a szép dicsőítő szót. Köszönöm Jézus a véredet. Köszönöm Jézus véredet. Köszönöm Jézus véredet. Köszönöm Jézus véredet. Tiszta lettem védő. Tiszta lettem védő. Tiszta lettem védő. Tiszta lettem védő. Elő a Jézus vérében, elő a Jézus vérében, elő a Jézus vérében, elő a Jézus vérében. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak! Szeretettel búcsúzunk tőletek, és az Úr áldása legyen rajtatok. Holnap lesz Szegedről alkalom, holnap Szegedre megyünk, szeretettel várunk benneteket, holnap is a képernyő előtt, és csók mindenkinek, csók a családnak, a gyülekezetnek, és mindenkinek, aki bejön, aki be fog jönni, és az Isten áldása legyen rajtatok. Komoly tanítás volt ma, és kérlek, hogy ez nagyon, nagyon figyeljetek oda, hallgassátok meg többször, mert komoly idők vannak most. Dicsőség Istennek, búcsúzunk szeretettel, az Úr áldásával. Szeretett barátaim, kívánjuk, hogy mindenben jó legyen dolgotok, hogy jó dolga legyen a lelketek. Halleluja. Köszönjük a zenei szolgálatnak is a dicséretet, és Oltján Kati üzeni, hogy áldás mindenkire. Mi is üzenik, szia. Isten áldjon benned.